Pusztai Rókák tábora, matek-fizika szak miatt választotta a Refi gimit, Karcagváros sportjáért díj, készül a bringapálya. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 28-án 18 óra 5 perckor. Bene Sándorral, a Pusztai Róka lovas csapat vezetőjével a nyári táborokról beszélgettünk, hiszen a közösségi oldalon sok-sok élményről számoltak be a gyerekek. Augusztus második felében tartott lovas nomád életmód táborban nagy örömmel vettek részt a gyerekek és a tábor felügyelők is. Azt lehet mondani, hogy idén is nagyon nagy örömmel vettek részt a gyerekek, és hát nem csak a gyerekek, hanem mindig a tábor felügyelőknek is. Ez egy nagyon jó program, nagyon jó alkalom az ismerkedésre, illetve arra, hogy tanuljunk egymástól. És egyébként összességében minden évben egyetlen egy tábort szoktunk szervezni. Tehát van egy olyan célja is ennek a tábornak, hogy a Pusztai Róka csapatnak egy kis frissítést, utánpótlást igyekezzünk biztosítani, és általában ez szokott is sikerülni. Tehát jönnek olyan táborozók, akik ügyesek, talpra esettek, lelkesek, tisztelik a magyar hagyományainkat, és szeretnének itt maradni a csapatba, és utána ez egy sikeres együttműködésnek a kezdete. A táborban ősi nomád körülmények között voltak, jurtákban aludtak. A legfőbb program a lovaglás volt, tudásuknak megfelelően. Voltak kézműves foglalkozások, ének, tánctanítás, agyagozás, bőrözés és előadások kultúránkról. Igen, hát itt élünk a 21. században, de azért igyekszünk ősi nomád körülményeket biztosítani nekik, tehát a szállás az két jurtában van, egy kazak és egy mongol jurtában alszanak külön a fiúk és a lányok. Ezt nagyon élvezik, tehát ez egy olyan különleges dolog, amiben nem szokott nekik részük lenni soha. És hát nagyon sok program van, amivel igyekszünk a kultúránkat bemutatni a fiataloknak. Tehát a legfőbb program, ami legjobban vonza őket, az természetesen mindig a lovaglás. Tehát minden este van 2-3 óra lovaglás, itt különböző csoportokat csinálunk, tehát vannak az egész picik, ilyen 10 év körüliek. Utána van a középső csoport, akik ilyen 12-14 évesek, és a nagyobbak, akiknek már egészen jó a lovas tudásuk, ők külön tudnak elég tevékenyen lovagolni. A lovagláson kívül nagyon sokféle program van még, kézműves foglalkozások vannak, a nagyemese és a Gánóci Feri szokott megtartani egy egész napos programot kézműves foglalkozásokkal, ének, tánctanítással, de a Merk Péter szobrász barátunk is meg szokott jelenni a táborba, ő agyagozó programot tart, illetve a feleségem szokott bőrözés programot tartani a gyerekeknek. Ezen kívül többféle előadást tartunk a kultúráról, akkor kikocsikázunk lovas szekérrel a pusztába, meg szoktuk nézni az őshonos állatokat kint, legelés közben a rackajuhokat, a magyar szürke marhákat, illetve kimenjünk a Kecskerítóhoz is, ahol pedig a helyi természeti értékekkel ismerkedhetnek meg, főképpen a madárvilággal. Illetve meg szoktuk tartani a szokásos lovasharci bemutatónkat is a gyerekeknek, ahol ők is kipróbálhatják a lovas birkózást, nagy örömükre mindig előjön belőlük a sok lendület, illetve a magyar virtus, tehát ezt jó látni rajtuk, és természetesen a sztyeppei lovasnomádok által használt fegyvereket, az íjat, a kelevészt, a kopját, szabját, a karikásustort, mindent kipróbálhatnak a táborba. Az egy hét alatt az okostelefonok csak fotózásra voltak használva, és nem játékra. Esténként a tábortűznél beszélgettek, zenéltek, énekeltek citera kíséret mellett. Igyekszünk annyi programot biztosítani, hogy ne legyen idejük foglalkozni a virtuális világgal, de egyébként be is szoktuk tőlük szedni a telefont, hogy ne zavarja őket napközben, tehát ténylegesen figyeljenek a programokra és vegyenek részt rajta, de van olyan, hogy
elfelejti kikérni a telefont nap végén, mert akkor mindig vissza szoktuk adni, hogy beszéljenek a szülőkkel, ha szeretnének. De van olyan gyerek, aki nem szokta kikérni, vagy elfelejti, mert annyira jól érzi magát, és tényleg annyira sok program, hogy leköti a figyelmüket. Minden este egyébként a tábortűznél szoktunk beszélgetni, illetve zenélni, muzsikálni, énekelni. Tehát vannak a csapatban, akik ügyesen tudnak citerázni. A Fazekas Misi bácsi által megtanultuk többen a citerának a használatát, illetve vannak vonós csapattársak is, tehát egy prímás, egy brácsás és egy bőgős, ők pedig a Bíró Attilától, a Pipás zenekar vezetőjétől tanulták a muzsikálást. Kónya Csabával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 9-esével beszélgetünk arról, hogyan érzi magát az iskolában, és miért pont ezt az iskolát választotta. A matek fizika szak miatt jött a refibe, mert már az általánosban megszerette, értette ezeket. Azért választottam ezt az iskolát, vagy ezt a szakot, a matek fizikát, mivel az általános iskolában így eléggé megszerettem a fizikát, értettem is, tanultam, és ennek köszönhetően ezt a szakot választottam, és nagyon tetszik eddig. Hiszen azért, mert eltelt néhány hét, láttad, sok matek és fizika órátok van? Matek óra az minden nap van egy, fizika óra most heti 2 órában van, de ez szerintem majd még lehet, hogy fog változni a fél évtől. Matek órája minden nap van, a fizikát pedig heti 2 órában tanulja. Igyekszik minden órára tanulni, nem lemaradni, hogy jó jegyeket szerezzem. Igyekszek mindig óráról órára tanulni, nem lemaradni, mert azt nem szeretnék. És így remélem, hogy jó jegyeket szerzek, és nem lesz semmi baj. A gólyatábor nagyon jó alkalom volt arra, hogy összeismerkedjen osztálytársaival, így már elég jó közösséget alkotnak osztályfőnökükkel, Bíróné Varga Tündével. Volt az első hét után egy gólyatábor, ami egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy összeismerkedjünk, akikkel eddig nem ismertük egymást, és játékos, humoros feladatokkal mellett. Ez nagyon jó alkalom volt, és így azt tudom mondani, hogy egy elég jó közösséget alkotunk így, mint 9. osztály. Mit kell tudni rólatok? Hány fiú, hány lány van? Ki az osztályfőnök? Az osztályfőnökünk Bíróné Varga Tünde tanárnő. 8 fiú van, és az összes többi lány, úgyhogy túlnyomó többségben vannak a lányok, de jó ez így. A fiúk összetartó közösséggé kezdtek válni már? Ez főleg a gólyatáboros dolgoknak is köszönhető, akikkel eddig nem ismertük egymást, de így igen, azt tudom mondani, hogy így 8-an eléggé összetartunk, és tudunk egymásra számítani. Mennyit tanulsz naponta? Hát most még az elején egy kicsit nyilván kevesebbet kell, de majd ahogy beindul, azért naponta több óra is benne fog lenni ebben. Tudod már, hogy érettség után mi szeretnél lenni? Hát egy ilyen elektromossággal foglalkozó, tehát ilyen villamossági dologgal szeretnék foglalkozni, ebben a témakörben szeretnék elhelyezkedni, és erre jó is a fizika, azért szeretném ezt tanulni. Úgy tudom, hogy hamarosan lesz egy másik megmérettetésetek is, amire az osztály készül, és a 10. évfolyamosoknak nagyobb szerepe lesz, mint nektek, de mesélj erről egy kicsit. Igen, úgy hallottuk, hogy a 10-esek egy kis humoros műsorral készülnek, amit nagy izgalommal várunk, és reméljük, hogy ugyanolyan izgalmas és jó lesz, mint a gólyatábor. Bár még 9-es, de az érettségi után Szabolcs villamossági dologgal szeretne foglalkozni, ezen a területen elhelyezkedni, erre jó a matek és a fizika. Osztálytársaival várják a gólyanapokat is, melynek végén gólyaavató lesz. Szabolcs a Diák Önkormányzat tagjaként az iskolai programok szervezésébe is belekapcsolódik majd. Mivel kitartó, nem szokott feladni semmit, ennek a tulajdonságainak az ottani munkában is hasznát veszi majd. Kitartó, annak tartom magam, nem szoktam feladni semmit, és ami belekezdek, az nem szoktam abba hagyni, nem adom fel. Tehát már majdnem 3 éve elektromos gitározok, és nem tervezem abba hagyni, csak tovább fejlődni edzésben is, hogyha elkezdek járni valahova, akkor nem abba hagyom valamennyi hónap után, hanem kitartóan csinálom. Szereti a megmérettetéseket, így versenyekre is készül. Karcagváros sportjáért díjat Eisenkrammer Károly sportszervező vette át,
Szepesi Tibor polgármestertől. Állami ünnepünkön Karcagváros sportjáért díjat, a város sportéletének szervezésében végzett kiemelkedő munka elismeréseként Eisenkrammer Károly sportvezető, a Vuelta Kft. Tulajdonosa vette át Szepesi Tibor polgármestertől. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő itt lenni, és ebben a körben, ahol nagyon jó volt látni, hogy a város mennyire hálás és megköszönő munkáját mindenkinek, a diákoktól, a kórházon át, nagyon sok mindenki, és ebbe a körbe sportvezetőként bekerülni nagyon megtisztelő volt, nagyon köszönöm. Igen, és nagyon meghatódott is, ahogy átvette a polgármester ezt a díjat. Azt gondolom, hogy a város részéről elismerése ez annak is az elmúlt évek kerékpáros versenyeinek, amit idehozott a városba. Hát igen, ugye azért itt, ha nem is Karcag, de Bucsai kötődésűként, mindig is Karcag közel állt a szívemhez, és amint volt lehetőségem, igyekeztem idehozni, amit mi szervezünk. Ugye az elmúlt 20 évben Karcag volt a legtöbb állomás helye a magyar körversenynek, még Budapesten is többször voltunk Karcagon, és remélem ez jövőben is így lesz. 22-ben is már terveink között, bár még titok, de ezért szerepel a város, tehát azt mondom, hogy mi fogunk találkozni. Reméljük, hogy így lesz, és sportemberként azt gondolom, hogy fontos a kerékpáros sportnak a népszerűsítése is. Mindenképpen, és nem csak a sportnak, hanem a kerékpáros közlekedésnek. Én nagyon remélem azt, hogy bár egyre inkább az emberek megtehetik, hogy autóval járnak, és autóval viszik a gyerkőtöket iskolába, de én nagyon szeretném azt, hogy itt Karcagon, főleg egy olyan városban, ahol az időcsak ideálisak, a gyerekek inkább kerékpárral közlekedjenek sülőbe és onnan haza. Szeretnék is tenni azért, hogy ösztönözzem itt a helyieket, a karcagiakat, a gyerekeket arra, hogy minél többet bringázzanak. Sportolni is, közlekedni is, bármi más, ha a bringa sok mindenre jó. Elkezdődtek a kerékpáros pálya kivitelezési munkálatai. A megnyert pályázatnak köszönhetően elkezdődtek a kerékpáros pálya kivitelezési munkálatai. Ha az időjárás is kedvezően alakul, akkor remélhetőleg még idén elkészül a multifunkcionális kerékpáros, gördeszkás, görkorcsolyás sportpálya, áll Szepesi Tibor polgármester közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!